Hát szevasztok! Én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel! A most következő videómban pedig egy általatok ajánlott csatornát fogunk megtekinteni, ami magyar elvileg az a neve, hogy Csillag Diana. Én ezelőtt erről a csatornáról nem is hallottam még, de azt írtátok nekem, hogy elvileg brutálisan ki fogok tőle égni. Szóval én kíváncsian várom, hogy mégis mi lesz itt. Köszönöm szépen egyébként az ajánlást, hogyha gondoljátok, a csatornán gyakrabban is nézhetünk ilyen magyar cuccokat, na de nem is húzom tovább az időt, fedezzük is fel, hogy mégis miket rejteget ez számunkra. Amúgy ez biztos, hogy magyar, ugyanis így első ránézésre nem tűnik magyarnak, de ahogy látom, brutálisan aktív csatorna ez. 153 ezer feliratkozójuk van, hogy nem hallottam én még életemben róla. Pedig úgy nagyjából a magyar YouTube-os dolgokkal sajnálatos módon képben vagyok. 2021-ben jött létre a csatorna, és az idő alatt 98 millió megtekintést generált. Na az mondjuk brutális. Ilyen számokat itthon nem is nagyon láttam én még. Csak hogy értsétek, a két csatornám tavaly valami 25 meg 30 millió megtekintést hozott kb. Összesen. Nézzük meg a legnépszerűbb videóikat. 2 millió megtekintés, 1,4 millió megtekintés. Hú, hát azért vannak ám itt dolgok bőven, na de mivel kezdjünk? Nagyon alaposan fontoljuk meg, nehogy a végén itt rosszul döntsünk. Egy tanárnő csókot talált Diana nyakán. Az ott smiley? Szerintem ez lesz a kiválasztott videónk. Nézzük is. Aha. Értem már az egészet. Szóval szerintem, sőt biztos, az eredeti videók nagyon, de nagyon nem magyarok. Látható ez a szereplőkből. Meg a rendszámokból is. Csupán szinkronizálva van ez az egész. Gondolom, hogy van egy magyar kirendeltségük, és azok foglalkoznak ezzel. Ember. Hú, ez így hosszú lesz. Nem tudom miért, de annyira fura így szinkronosan nézni ezt az egészet. Mi ez? Aztán lehetséges. Csak egy nyakki szívás, ennyi is kész. Egy napot kijöttek, és már is a facistákkal miért ordibáltál? Hogy az eredeti is hasonló kaliberű. Menjetek és randiztatok mással. De ez brutál. A focisták belénk szerettek, és mi is belénk. Igen, zerelmesek vagyunk. Mari, várj egy kicsit. Na hát, Mari! Milyen gyors események pörögnek itt, hát hihetetlen. Tudtok olyanak lenni, mint Gigi? Hé, srácok, csak lassan, a Gigi az én barátnőm. Most már mindig hoppá, hoppá. Mindenkinek Gigi kell a végén. Féltékenyek vagytok, az én Gigi a legmenőbb minden pop-pop lány közül. Patrik, köszönöm. Megérkezett Gigi a 140 centével, hát ő a legvagányabb itt. Lányok, csak nézzétek, a végek továbbra is találkoznak a focistákkal. Az a baj. Hogy ezt csak mémelve bírom nézni. De nem akarok senkit meg semmit bántani. Látszódik, hogy van benne azért munka. Meg van itt forgatókönyv. Meg egy csomó fordítás. De annyira fura amúgy számomra, hogy mindenki szinkron hangja szinte ilyen orangon van, és akkor mindenki így beszél. Jaj, de elkezdte csikizni az orromat. Na, hát minden csávóra jut egy nő. Diana, van egy kis probléma. Smiley keresett. Ja, és akkor itt vannak a hatalmas nagy gengek, vannak focisták, vannak kosarasok, és akkor egymásra fújnak meg minden. És az az iskolájuk? Mi komoly már? Lányok, láttátok, milyen kabátokat vettek a békák? Igen, biztos megtudták, hogy mi milyeneket akartunk, és megrendelték magukat. Ember, ez nagyon durva. Tudjátok, menők vagyunk. És itt ők is azok folyamatosan a kibeszélések mennek, meg a pletykák, meg a drámák. Hát mi kell még itt nekünk?
ők akkor a sulinak a helyi vagányai. Itt is vannak már az amerikai focisták is. Oké, kakuk, majd találkozunk, hiányozni fogsz. Szia, Maruska. Szia, atyom. Ez most engem lesokkolt, nem is kicsit, na de szerintem egy kicsikét. Szóval ki szeretne csatlakozni? Beletekergetek. Az iskolában, menő. Szeretném, de tanulnom kell és dolgoznom kell a kávézóban. Mi akarunk? Srácok, szerintem nehéz, nem menne nektek. A szinkron készít ki engem nagyon, de nagyon. Hogyha nem szinkronizált lenne, akkor ennyire nem zavarna engem. De ez az én személyes dolgom. Engem azt felszokott húzni, hogyha mondjuk nézek egy filmet, és a szájszinkron nincsen jól ráillesztve, és brutálisan látszik, hogy szinkronizált. Srácok, ami az edzést illeti, csinálok nektek órarendet. Ami az edzést illeti, mindenkinek ingyenes. Látjátok, majd megmutatjuk. És még mindig csupán 4 percet láttunk belőle. Na de hol lesz a csók? Ajjaj. Erről van szó! Nem csak a szünetben tudtok palizni! Ajjaj. Ki lesz számít szívva a nyakuk? De nem már! Hát rendes a rosszra buzdítják a nézőket! Nem elég az, hogy egy eszébe csupán egy sort írsz, hát egyest fogsz kapni! Az első az iskola, utána csávok, hölgyem! Gigi, Gigi! Igen, lányok! Eldöntötted már, hogy fontoskodsz-e majd? Igen, Gigi, nem fog működni! Ja, a szinkronok brutálisan idegesítőek számomra! Ajaj! A kettő csajszi bedurran! Hát akkor ott neked véged lesz! És nem elég, hogy a lányok megverik, hanem még a csávóik is. Jaja, nem félsz tőlük, közben pedig az a kettő lány, amikor felállt, te nagyon a sarokba húzottál. Hát értitek, a rossz szokások azok nem jók. Ajjaj. Ők is meg akarnak lógni. És kajakra így kéretőzik ki, hogy be akarja púderozni az orrát. Zseniális. És egyszerre 4 mennek ki. Micsoda komoly történetszálak vannak itt. És tuti, hogy a folyosón pedig a másik lánycsapattal találkozni fognak. Kár lenne kihagyni ezt a hatalmas nagy bonyodalmat ebben a sztoriban. És ott is van! Erről van szó! Iskola kerülők, jaj! Nem, ti vagytok az iskola kerülők! Na de ők a csávóikhoz mentek. Jaj, az igazgató. Nem, mi nagyon félünk. Srácok, az igazgató. Mi durva már, hogy a kemény focista csávóknak még ilyen személyiséget adtak. Ne zavarjatok bennünket. Na, erről van szó. Nem csak lovaglás, hanem menő presztízs is. És ezt tanítják az iskolában. Jaj, nagyon el vagyok kitveszve. Mi ez? Focisták, nagyon hiányoztatok. Vajon miért hívott minket az igazgató? Nem, mi hívtunk, nem az igazgató. Miért? Fiúk! Örüljetek nekik, hogy ilyen nőitek vannak! Ők pedig elmennek kávézni? Elment. Ja, hogy ők is időközben szereznek csávókat? Vagyis pontosabban a meglévő csávóikhoz mennek? Megyünk a kávézóba. Nem akarok gonosz lenni. Csak viccelődök, de akkor is. Annyira durva ez. Bár tudom, hogy egyáltalán nem az én
korcsoportomnak van, meg nem én vagyok a célközönség. Szóval srácok, gyerünk! De akkor is. Nagyon komoly. De értékelem, hogy van ezekben munka bőven. Meg szerintem az eredeti készítőknek több millió feliratkozójuk lehet. Hogyha nem, több 10 millió akár. Lehet, hogy 10 millió felett. Vannak, ki tudja, brutál módon lefáraszt ez engem. Mi ez a szinkron? Tudti, hogy a szinkron színészeknek megvan adva ez, hogy ilyen karaktert vegyetek fel, hogy hol vannak a békák? Úgyhogy mondja, várjatok. Hol vannak a békák? Békák! Jaja, beütötted, miközben meg megvertek, mi fiam? Szerintem ebből a videóból most nekem elég volt. Nézzük meg a leges, legnépszerűbbeket, és tekintsünk bele egy másikba is. Menekülünk a kísértett erdőbe. Na! Erről van szó, horror lesz itt, ez kell a bátyjának. Valaki eltűnt az erdőben? Hát az bárhogy is nézem, veszélyes, nem is kicsit. Ez itt rendes az intro? Ja nem, csak egy ilyen átvezető. Én nem bírom ki, hogy ne tekergessek ebbe. De bőven vannak ám itt helyszínek. Meg folyamatosan bonyodalmak, meg történések. Teljesen megértem, hogyha ezt valaki éli, és szereti nézni, meg várja, hogy mikor jön a következő rész, ugyanis tényleg hetente kipörgetnek egy csomót. Úristen! Milyen ijesztő egy erdő! Ráadásul fényes nappal! Júj, egészen oda, az erdő... Ő a Diana amúgy? Szellemek meg pókok vannak ám ott, na vajon a végére be fog esteledni, vagy nem? Na, meg is érkeztek az alfák, a megmentők! Kostya, én nem akarok oda menni. Hát teljesen megértem. Én se. Mennék a helyetekbe, mennyire jól levette magáról a felelősséget. Én majd itt fedezek, meg várok rátok, menjetek csak ti, hát persze. Itt vagyok, örködöm, ha jönnek szellemek, ti pedig bementek megnézni, hol van ő. Gyerünk, Dima, nézzünk körül. Ő igazából feláldozza magát, és bejött a taktika. Na ott már vajon sötét lesz? Kitty, Arton, menjél. Kitty, Kitty. Aha, kezd már igazából sötétedni. De milyen jó kis erdő amúgy. Jól néz ki. Na vajon meg lesz a végére? Hát ez a gyanús keksz. Majd ennek segítségével fogják megtalálni. Azt tuti. Ja, hogy maga után ráadásul nem csak egy kekszet hagyott el. Nyugodj meg, Diana! Nem tesz jót az arcodnak az, hogy ráncolod a homlokod. Nincs semmi baj. Meg lesz. Na! De nem, már! Hát tedd meg az embertársadért! Ne mondj le róla! Ja. Pontosan. Hol van az emberség? Meg az együttérzés? Azt hiszem, hogy hallok valakit sírni. Na? Hol lesz vajon? Ó, milyen buták vagytok, ezt én csináltam! Dehogy te csináltad! Nagyon a sírás. Én most teljesen átszellemülök, és beleélem magamat, hát ha akkor kevésbé fogok szenvedni, és sokkal élvezetesebb lesz az egész. Nyilván olyan messziről hallották, hogy valaki sír, az erdőnek szinte a másik végében. Na? Ott is van! Ez a valóság! Itt vannak a megmentőid! Hú! Nagy szerencse!
De nem vártál ott? És miért akartam volna? Ő a Diana, tuti. Ő a főszereplő. Diana most már nem számít. Aha, ő az. Minden jó, hogyha vége jó. Ez a lényeg. Megtaláltuk napát. Hagyjuk Gigit az erdőben és menjünk haza. Szálljatok! Micsoda kizene van a végén? Nyomod! Ez már a vége, ugye? Aha. Hát figyeljetek, hogyha nem haragszotok, ennyi is lett volna ez a videó ugyanis. Mert túlságosan sok volt számomra ez is. Nemhogy még ebből nézzünk párat. Hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. És ha látom, hogy van rá igény, akkor bizony. Ez biztos, hogy kimondom. Még nézhetünk akár ilyesfajta videókat itt a csatornán. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt. Oda is mindenféleképpen iratkozzatok fel. Hogyha pedig még esetleg nem tettétek volna, kérlek nyomjátok be a csengőt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!